Sziasztok! Folytatom az igazság és valóság témakörét. Most ha van eszem, és nem fogom beszámozni ezeket a videókat, mert elegem van abból, hogy állandóan elcsesztem a számolást, hogy jönnek vége, majd beszámozzátok magatok, majd inkább alcímeket adok neki, és akkor lehet variálni, jó? Amúgy szerintem ez a második a témában, ugye talán emlékeztek rá, hogy az mindenképpen azután következik, miután a mandalát és a mandorlát bemutattam, ugye a mandala, az az egy nézőpontból való nézés, a mandorla pedig, hogyha beengeded másnak a nézőpontját, másnak a valóságát, akkor kiteljesedhet, kinyílhat a világ a számodra. Ugye mit beszéltünk még erről? Azt, hogy mind a kettő valahol érvényes, hiszen mindenképpen csak a te szűrődön keresztül tud beszűrődni a valóság. Ez nagyon-nagyon fontos értened és tudnod. Ugyanakkor pedig a fejlődésnek egy óriási lehetősége az, ha a szeretet által, vagy a tisztelet által beengedsz egy másfajta nézőpontot is. Vagy megnézed, megvizsgálod, hogy neked az a másik nézőpont vajon hova illeszthető be a saját világodba. Van belső fejlődés is, tehát létezik az, és abszolút nem tagadom. Olyan emberek, akik filozófiai hajlamúak, azoknak mondom, akik tőlem tanultak, akiknek nagyon sok minden van a látóhatár alatt, ugye a képletben, akiknek mind a két fényadó lent van, és a születés ura, ugye ez már három olyan dolog, ami töprengése befelé fordulása késztet, de azért a legtöbbünknek nagyon jó teszt, hogyha egy másfajta nézőpontot is sikerül beengednünk a szeretet által. Amúgy egyébként ez a szülőgyermek vagy a párkapcsolat témaköréhez is kapcsolódik, hiszen ha szereted a gyerekedet, akkor hajlandó vagy meghallgatni, ha éppen nem csapnád a falhoz persze, vagy éppen nem az iszonyat fimasz kavaszkorában van, és forgatja a szemét, és hülyének néz, és le is hülyéz lehetőleg. Nyilván akkor nagyon nehéz szeretni, de akkor is a te véred, tehát próbáld meg. És ugyanígy a párod, ugye, hogyha nagyon nagy nézeteltérésetek van, vagy valamiről teljesen más a véleményetek, akkor bizony csattantok, és akkor csak a szeretet segíthet abban, hogy te beláss, hogy esetleg neki is lehet igazsága. Tehát ez a mandala-mandorla kérdéskör, és egy nagyon érdekes, hát pár napon vagyok túl, ugyanis megint megosztok veletek egy saját személyes dolgot, az, akiről szó van, biztos, hogy nézi ezeket a videókat. Egy olyan lányról van szó, aki külföldön él, és jelentkezett először, tehát nem tudta eldönteni, hogy tanuljon, vagy pedig egy olvasatot akar kérni, tehát magyarul ingázott a tanítvány és az ügyfél között, végül tanítvány lett, tehát tanulja ezt az egészet, amivel szerintem sokkal többet ér, tehát igaza is volt. De ennek ellenére küldött nekem a napokban egy e-mailt, amiben leírt egy képzeletbeli történetet, hogy mi van, hogyha az ügyfél olyan, hogy, és akkor ezt így leírja, amire én visszaírtam neki, hogy egy, nem foglalkozom mással, tehát nem vagyok hajlandó ilyen kérdésekre válaszolni, kettő, nem is tehetném meg. Tehát, hogyha valaki az ügyfeléről nem tud, ha ez egy valódi ügyfél, és nem tudsz róla megbízhatóan fejtést készíteni, karmasztrógai fejtést, akkor ne fejts. Tehát én nem úgy tanítok, hogy majd a szádba rágom, hogy mit kéne helyett mondani, nyilván, hanem hát, ha lediplomáztál, akkor utána rá, magadra vagy hagyva, és onnantól kezdve jó-rosszul csinálnod kell a dolgaidat. Akkor visszaírt, hogy ez az ő képlete. Most nagyon fura volt az egész, mert egyrészt ódákat zengett, hogy ez milyen csodálatosan szép lány, meg milyen okos, meg milyen ügyes, meg minden, de ugyanakkor meg hát, hogy milyen borzasztó, nehéz a sorsa, és hogy nem tud zöldágra vergődni. Én abszolút beleértem, hogy ez tényleg egy ügyfele, és akkor mit tudom én tanástalan, hogy mit mondhat neki, és mit nem. Ugye alapszabály, hogy soha nem bántjuk az ügyfelet, soha. Tehát soha nem mondunk olyat, amiben még inkább belelökjük a gödörbe, mert erről rögtön bővebben is szó lesz az igazság és valóság téma köréből. De ez indított el a kérdéskörre, tehát amiről ma akarok beszélni, az amúgy is benne volt már a repertoárban, tehát tovább akartam gondolni a mandorlát, és tovább akartam gondolni, hogy hogyan gyűjtük össze a magunk igazságát, és abból, hogy lesz a magunk valósága. De ez egy tipikus példa, tehát mindig az univerzum engem megkínál esetekkel, ez egy teljesen tipikus példa arra, hogy hogyan épít valaki valóságot a saját igazságaiból. Tehát kérdezett, hogy ez az ő képet, és akkor én akkor felrobbantam, mert pontosan tudja, hogy tanítványként nem foglalkozunk egyéni állásokkal, nem kérhet tőlem ilyet, minden órán elmondom. Tehát nagyon izgalmas, hogy minden órán elmondom, és ennek ellenére, mint hogyha ha gyakorlatilag az egyik fülénből a másikon ki néhány embernek, majd most sokban megint azt mondom, hogy ha te megfejted a magad képletét, és az, amit tanulunk, abból csinálsz nekem egy nagyon rövid beszámolót, hogy te hogy értelmezed, azt kijavítom szívesen, de helyetted nem fejtem meg. Bocs, nem, tehát
mindegy. Amiből aztán tényleg felrobbantam, és akkor azt mondtam, hogy na, ezt ne, és egyébként is, hogyha ráadásul ilyen a véleménye magáról, az tök jó, de akkor miért nem ez tólul ki az aurájába, miért nem ezt tudja más letapogatni ő róla. Tehát akkor tényleg legyen, kapaszkodjon ebbe. És akkor visszajött, hogy nem lehetnék egy kicsit kedvesebb. Mondtam, hogy nem, én alapvetően nem vagyok kedves, tehát ezt azért akik ismernek, azok pontosan tudják. Nem az a dolgom, hogy kedves legyek. Az ügyfeleimmel sem vagyok kedves, legfeljebb befogadó, és legfeljebb odafigyelő. Tanítványom végképp nem vagyok kedves, egész egyszerűen azért, hogy ha meg akarsz valamit tanulni, akkor hülyeségeket ki kell piszkálnom belőle. Na, tehát ez egy érdekes és izgalmas momentum volt az idei karmaszolgai tanítványok között, és abszolút elindította bennem azt a gondolatot, hogy ennek a lánynak a valósága abból épül föl, hogy lát a tükörben egy képet, és nem azt igazolja vissza a környezet. Vajon miért? Nyilván azért, mert rossz döntéseket hozott meg. Egy olyan élethelyzetben van, amikor ő egy szerető státuszba került, hát most erről már beszéltünk, ugye? Tehát mindenki eldöntheti, hogy akar-e szerető lenni, vagy sem, de ha ő tud és akar szerető lenni, akkor ne csodálkozzon rajta, ha szeretőként kezelik. Ezt mindig elmondom. Nekem is volt ilyen kapcsolatom egyébként, aki egy pasi, aki ugye még benne volt az előzőben, és akkor persze már semmi közünk egymáshoz. Ó, mi már semmi, ide Isten bizony, mondtam, hogy semmi gond. Oké, elhiszem. Majd jelentkezzen akkor, hogyha elvált. Vagy hogyha kiköltözött a barátnő, vagy már nem is tudom, hogy pontosan milyen kontextusban volt, teljesen mindegy. Többen, teljesen meglepődött, pedig hát azt hiszem érthető, nem? Hát ha ő azt mondja, hogy már majdnem elvált, meg már majdnem kiköltözött, meg már majdnem elköltözött, oké, akkor teremtsen tiszta helyzetet, és akkor el tud indulni egy tiszta kapcsolat. De hát minden pasi ezt mondja egyébként, hogy semmi köze a feleségéhez, azt a menet között csinál neki még két gyereket, ugye ez az évek kiktartó szerető státuszban borzasztóan fájó. Na mindegy, nem is ez a téma, hanem ez az igazság és valóság, mert beszéltünk arról, hogy a szűrőnkön keresztül mi jön be. Ugye gyakorlatilag az agy azt csinálja, hogy 95%-ban azt, amit nem tart értelmesnek, fontosnak, lényegesnek, azt azonnal kidobja, 5%-ot megtart, és abból ugye elválogat, hogy ez most nekem segít a céljaimat, az életemet, az életben maradásomat segíti-e, vagy pedig akadályoz, és akkor ugye gyakorlatilag elraktározzuk ezt a két információt, ezt a kétféle információt arról az egy dologról, hogy ez vagy az. Igen. Na most, hogyha viszont valamilyen fájdalom ér bennünket, vagy valamilyen nehézség, ugye? A nehézségek egy ideig arra készítetnek, hogy te felvedd a kesztyűt, megindul az adrenalin termelés, megindul a stressz hormonok borzasztóan tudnak fűteni, nagyon meg tudják növelni a teljesítményt, csak borzasztóan öregítenek, ugye ez vele a probléma. Tehát amikor van egy pici stressz az életedben, az tök jó, mert hajtóerő, mert hagyja, hogy elhagyd a komfortzónádat, és megpróbálj többre-jobbra törekedni. De hogyha túl sok, hogy akkor borzasztóan megöregít, megbetegít, és végül megöl. Tehát ezt azért rögzítsük, hogy ez alapvetően nagyon-nagyon nem tesz jót a dolgainknak. Viszont ez is ledarálhat, tehát ismerek rengeteg olyan embert, aki egy év alatt 10 évet képes öregedni egyszerűen, mert olyan életet él. Viszont, hogyha fájdalmad van, fizikai vagy lelki fájdalom, azzal az a probléma, hogy egy idő után beszűkíti a személyiséget. Gondoljatok arra, hogy mi történik, amikor fáj a fejetek. Ugye reggel egy fejfájás általában nem igazán fejfájásra indul, ha csak nem rúgtál be borzasztóan, vagy mit tudom én, nincs valami betegséget, hanem egy ilyen nyomással, ilyen vérnyomás problémával. Az ember iszik egy kávét, kiszellőztet, ugye vesz 3-4 mély levegőt, csinál néhány fekvőtámaszt, vagy mit tudom én, bármit, és rögtön kitisztul a feje, és már is elmúlik a fejfájás jó esetben. Rossz esetben nem múlik el, és hogyha nem, ha csak nem veszel be valamilyen gyógyszert, vagy nem törődsz vele, vagy nem csinálsz valamilyen akár mentális, akár fizikai gyakorlatot, akkor bizony az a kis apró nyomás, ami reggel még tulajdonképpen inkább csak kellemetlenség volt, az estére egy nagyon kínzó, rettenetes, migrénszerű, hányásos, borzasztó fejfájással növekszik. Pedig az idegekre gyakorolt negatív hatás semmivel nem több. Mi történik? Összeadódnak az ingerek, csak a fájdalom központ él, és egész egyszerűen minden más kizárásával arra az egy dologra koncentrálsz, a fájdalomra. Most is volt egy érdekes megjegyzés, tipikusan ilyen, azt kérdezte az illető, hogy mi van akkor, hogyha
hogyha az egész család bolondnak nézi, ő tudja, hogy mi van, de a környezet az nem hiszi el, hogy mi van a családban, ő az egyetlen, aki ezt tisztán látja, és még ráadásul a betegségével se törődnek, és még ráadásul hát piszkálják is. Én azt írtam vissza, el lehet olvasni valamelyik videó alatt, hogy biztos, hogy ha mindenki mást lát, akkor neki van igaza, egy-kettő, ha már beteg, akkor meg ráadásul biztos, hogy jól él, vagy úgy él, ahogy neki élnie kellene. Ezek mindig nagyon fontos kérdések, hiszen a betegség az már azt jelenti, hogy azt a negatív állapotot fizikai szintre vitted le. Ugye? Tehát visszatérve a fájdalom hasonlatra és a fejfájás hasonlatra, pontosan így történik mindennel, egyébként a lelki fájdalmakkal is. Tehát fáj valami, nagyon fáj, és szép lassan minden mást kiöl, kiold benned, csak a fájdalom központod él, csak a sérelem, a lelki vagy fizikai fájdalom, és gyakorlatilag nem tud bejönni semmi. És innentől kezdve gyűjteni fogod a negatív élményeket. Mondok nektek egy nagyon érdekes kísérletet, ez valamikor, ha jól emlékszem, én még egyetemista koromban olvastam erről, de lehet, hogy kicsit később, nem tudom, mert kétszer jártam egyetemre, mindegy, nem érdekes, hogy miért, tehát egyszer elvégeztem a rendes egyetem, és aztán elvégeztem több másik dolgot is, de szerintem a 90, maximum a 90-es években volt ez a kísérlet. Arra voltak kíváncsiak, hogy kik tartják magukat nagyon szerencsésnek, és kik tartják magukat nagyon pekjesnek. Ugye volt is ez a Magas szőke férfi felemás cipőben című film, több ilyen is volt, ahol ugye kimondottan a legpekjesebb embert akarták valamire kiválasztani. Ez is így volt, tehát arra voltak kíváncsiak, hogy ki tart, mitől lesz valaki pekjes vagy szerencsés, és nagyon egyszerű feladat volt. Csináltak egy ilyen rejtvényúsztár képregényszerű kiadványt, amiben különböző kérdések voltak, meghirdetések. És volt a rejtvényben egy szócikk, amire azt kellett, tehát meg kellett másolni, hogy hol. Tehát lényeg az, hogy a valahányadik oldalon volt egy hirdetés, a hirdetés az csak erről szólt, hogy a 16-os feladatnak a megoldása, és volt egy ilyen teljesen értelmetlen szó, egy mozaik szó, egy betűhalmaz. Azok, akik szerencsésnek gondolták magukat, azok ezt észrevették, beírták, felálltak, 5 perc alatt megcsinálták ezt a gyavaját, és kimentek. Azok, akik pehjesnek gondolták magukat, azok ezt nem vették észre. Pontosan látták, hogy hirdetés, hát hirdetés nem érdekes, pedig megmondták nekik, hogy minden kérdésre benne van a válasz magában a kiadványban. Ez egy elképesztően érdekes dolog, tehát hogy mit veszel észre, majd a sikerről is lesz szó, ugye mi a siker titka, hát többek között a figyelemnek az emelése, ugye emeld a rezgésedet, emeld a figyelmedet, emeld a dolgokra való rácsodálkozások képességét, amit egyébként a gyerekek fantasztikusan tudnak, tehát nagyon jól meg lehet tőlük tanulni, és pontosan erről van szó, hogyha emeled a figyelmedet, és észreveszed a dolgokat, akkor gyakorlatilag szerencsés vagy. Többek között ugye ez a szerencse. Tehát a figyelem borzasztóan fontos, de hogyha ezt a figyelmet kiöli a negatív élményeknek a gyűjtése, már pedig ez borzasztóan könnyű. Ugye a Kézdi Andrea barátnőm most éppen mondta, hogy ilyen pech sorozata van. És elfogadom, biztos pech sorozata van. Igen ám, csak hogy mi történik, közben meg tök jó dolgok is történnek vele, de nem azokat jegyzi meg, hanem a negatívokat, mi történik az aggyal, már elkezdi figyelni a negatív élményeket, és begyűjti, és azokat ugye nyugtázza, azokat rögzíti, és ebből kialakul egy olyan élmény, hogy aha, nekem most egy negatív periódusom van. Amúgy vannak negatív periódusok, nem azt tagadom, de azt állítom viszont, hogy mit veszel észre, tehát mi a te valóságod, mitől lesz az a valóság a tiéd, és hogyan gördíted ezeket a dolgokat, hogyan lesz belőle egy jó nagy hólabda, abból a hólabdából meg egy jó nagy lavina, ami aztán el is tudja sodorni az életedet. Ezért lenne nagyon-nagyon lényeges. Ugye itt két szabály van sajnos az embereknél, az egyik az, hogy az első benyomás után nem jön más, tehát szinte soha nem kérdőjelezzük meg, azt írta az újság, azt mondta, azt olvasom az interneten, azt mondja a tévé, a XY, akiben nagyon hiszek és bízom, azt mondja, első benyomás, elfogadom, elhiszem, valóságá válik bennem. Most volt egy ugyanilyen film, szintén a Kézdi Andreához kapcsolódik, a Friderikusz podcastra hívta fel a figyelmet, és ott, hogy valami döbbenetes, és nézzem meg, mert elképesztő. És körülbelül az első 15 percben azt mondtam, hogy Jézus Mária, olyan szintű paraszt vakítás
volt benne, nem mondom meg, hogy melyik, mert tök mindegy, mert szerintem én tisztán Friderikus szerint nagyon jó szakemberek tartom, de nyilvánvalóan egyfajta világnézetet és egyfajta agendát képvisel, és gyakorlatilag mindent alárendel ennek, és aki szereti és tiszteli, az el fogja hinni azt, amit ő mond, meg a beszélgető társa. Minden állításokat lehetett volna cápolni. Egytől egyik, 15 percet néztem meg belőle, tehát többet nem, ott elhangzott már 4 vagy 5 olyan állítás, amit én a saját tudásom a kapásból cáfolni tudok. Az például az egyik az, hogy az éghajlatváltozás miatt volt Franciaországban élelemhiány, és ezért tört ki a francia forradalom. Nem, kedves hölgyeim és uraim, a francia forradalmat a globalisták csináltak. És direkt csináltak. A háttérhatalom robbantotta ki. Köze nem volt a mesterséges éhínségnek lehetett, de maradjunk annyiban, semmi köze nem volt ahhoz, amit ez az úr ott a Friderikus podcastban állított. És tele volt ilyenekkel, és mi történik? Te erre ki vagy hegyezve, meg úgy amúgy is félted a bolygót, meg félted a kis szaros életedet, és akkor ha van egy ilyen podcast, és szörnyűködve a kardodban homoz, hogy úristen, hát ez borzasztó. Na most pontosan erről beszélek. Könyörgöm, kérdőjelezetek meg mindent. Tehát bejön valami az inger által, ugye az első benyomás után nem jön más. Tedd föl a kérdés, hogy ez tényleg valóságos? Nem lehet ezt megnézni egy másikból, mérlegek előnyben, tehát hogyha mérleg érdekeltséged van, akkor természetesen sokkal könnyebben tudsz belenézni háttér dolgokba. Olvasd utána, ne csak a saját buborékodban, lépj ki a buborékodból, olvasd el a másik felet is, oké, sőt a harmadikat, negyediket is, egy hírt vizsgálj meg sokféle oldalról, és akkor egyből nem lesz olyan becsapható, meg rászeghető, és egyből nem lesz, nem lesz akkora pánikban a világ dolgai miatt. És ugyanígy van mindennel. Tehát az igazság és valóság, mi a te valóságod, azt te fogod magadban létrehozni azok által, az ingerek által, amiket beengedsz magadba, a saját szűrődön átengeded, és amit valóságnak fogadsz el. Tehát itt ez a lényeg, erre kérlek benneteket, hogy egyrészt, ha nehéz élethelyzetben vagytok, ne gyűjtsétek a negatív ingereket. Menjetek ki a napsütésre, olyan gyönyörűen süt a nap, hogy elképesztő. Én ma megint a kertet túrtam, baromi jól éreztem magam, megcsináltam a kis, hogy hívják, karácsonyi kiskertemet, amiben tettem mindenféle olyan virágot, amik állítólag karácsonyi nyílni fognak, lást, hunyor, meg Erika, meg ilyenek, meg díszkáposzta, tökre örülök neki, pedig csinálhattam volna mást is. De én ezt csináltam, és boldoggá tett. És ezeket gyűjtöm, a boldogságra hajlamosító élményeket gyűjtöm, a normális embereket gyűjtöm magam köré, azokat, akikkel lehet beszélgetni, akik mutatnak nekem egy másik világot, és ezáltal remélem, hogy nem gyepesedem be, és remélem, hogy az én világomban a valóságom növekedni, fejlődni fog, és képes kiszűrni a hamis valóságokat. Mert hát ez a lényeg, hogy próbáljuk magunknak egy olyan narratívát teremteni, amik valóban leírják a világot. Remélem, ebben segítettem. Ne a negatív élményeket gyűjtjétek, ne felejtsétek el, hogy még egyszer mondom, az első benyomás után nem jön más, és hogyha elkezded figyelni a negatív dolgokat, akkor a negatív élmények fognak görögni. Mondok, még egy példát mondok, és meg fogod érteni. Nekem SEA rendszámom, tökre tetszik, mert C, ugye, teljesen jó, és egyszer csak rácsodálkoztam egy másik autóra, aminek szintén esre a rendszáma. Ha, milyen érdekes, neki ugyanez a 3 betűvel kezdődik a rendszáma. Most onnantól kezdve gyakorlatilag állandóan észrevettem ezeket, naponta egyet ilyet, és akkor elkezdtem mondani, hogy milyen érdekes, hogy mennyi ilyen rendszám fut ugye az utcán. Aztán kiderült, hogy nem, elkezdtem nagyon tudatosan figyelni, minden egyes rendszámot megnéztem, és kiderült, hogy frászkarikát, kb. 20 percig vezettem, és egy darab SEA nem volt. Mi történt? Az történt, hogy az agyam megjegyezte, hogy nekem ez valamiért fontos. Örültem neki. Jó van, Jusikám, akkor most fogom magam, és ahányszor látsz egy ilyet, odahozom neked a tudatodba, oké, és láthatod, hogy ha, tényleg ott egy SEA rendszám. Nem tudom, hogy értitek-e. Tehát az agy így működik, úgy működik, hogy amire ráállsz, azt fogja neked információként begyűjteni. Ha te a szart akarod begyűjteni, a szart fogod megkapni. Ha a boldogságra hajlamosító tényezőket akarod begyűjteni, akkor meg azokat. Úgyhogy hajrá! Jó? Remélem segítettem, fogok jelentkezni nem sokára megint, addig is érezzétek nagyon jól magatokat. Sziasztok!